Koronavírus miatt tartóztattak fel egy buszt a magyar határon, Gulyás Gergely elmondta, a magyar hatóságok is felkészülnek. Megszavazta az Európai Parlament a Brexit megállapodást, így holnap éjfélkor Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból. A Magyar Narancs információi szerint az óvodákat is államosíthatják, a kormány ugyanis nem tett le erről a tervről. Gyorsított eljárásban állítják bíróság elé azt az öt férfit, akit egy nagyobb csoporttal áttörték a határkerítést Horgosnál. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Török Réka. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Feltartóztattak egy buszt a magyar határon, és megmérték a kínai utasok hőmérsékletét, ezt Gulyás Gergely mondta. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormány utasította a tiszti főorvost, hogy léptessen életbe akciótervet, szigorítson az országba lépés feltételein és körülményein. Gulyás Gergely megerősítette, Magyarországon nem mutatta ki koronavírus fertőzést. A kormány szerint a koronavírus diagnosztizálására kijelölt laboratórium készen áll, és néhány órán belül kiderülhet a betegről, hogy hordozza-e a vírust. Gulyás Gergely elmondta, a reptereken is technikai eszközök felszerelése várható. Hét Kínában élő magyar jelezte, hogy szeretne hazajönni Magyarországra. A külügyminisztérium az ő esetükben soron kívül intézkedik. A védekezéshez szükséges minden eszköz rendelkezésre áll, és az akcióterv, ami a védekezés egészét foglalja össze, az pedig az MI-hez, illetve az országos tiszti főorvoshoz tartozik, aki tegnap a kormánytól, illetve a miniszterelnöktől külön is minden szükséges felhatalmazást megkapott ahhoz, hogy intézkedjen, és a tekintetben akármelyik minisztériumot szükség esetén utasítsa. Finnországban is megjelent a koronavírus, egy kínai turista került kórházba, aki nem sokkal a karantén előtt indult el Wuhan városából. Közben Kínában 170-re emelkedett az áldozatok száma, 7700 fölé emelkedett a betegek száma. Kínán kívül 20 országban regisztráltak fertőzöttet, de számuk mindössze a 70-et éri el. Szakértők szerint a leginkább veszélyeztetett országok az ázsiai térségben vannak, köztük Tájföld és Japán vezeti a kockázati listát. Őket pedig az Egyesült Államok, Ausztrália, Németország és az Egyesült Királyság követi. Megszavazta az Európai Parlament a Nagy-Britanniával kötött Brexit megállapodást, így minden jogi akadály elhárult azelől, hogy közép-európai idő szerint holnap éjfélkor hivatalosan is megszűnjön a Szigetország Európai Uniós tagsága. A szavazás után az EP képviselők egy közös énekléssel búcsúztak az Egyesült Királyságtól. Az Európai Unió történetében ez lesz az első alkalom, hogy távozik egy ország a közösségből. Nagy-Britannia 47 évig volt tagja az Európai Uniónak, illetve elődjének. 2016 nyarán kis többséggel döntöttek a britek a kilépés mellett. December végéig egy úgynevezett átmeneti időszak következik. Évvégéig kell megkötni a különböző kétoldalú megállapodásokat. Nagy-Britannia azonban már nem vesz részt az uniós döntéshozatali folyamatokban. Nem volt más választása az Európai Néppártnak, mint hogy fenntartja a Fidesz tagságának felfüggesztését, különben a szakítást kockáztatta volna, tudta meg a hvg.hu. A portál néppárti politikusokra hivatkozva azt írta, hogy a képviselők is megosztottak a Fidesz-szel kapcsolatban. Egyesek szerint ugyanis ideje lenne kizárni a magyar kormánypártot, mások szerint azonban belülről könnyebb kontrollálni. A Frankfurter Allgemeine Zeitung úgy tudja, hogy a három néppárti bölcs azt szeretné, ha a maradásért cserébe Orbán Viktor változtatna a politikai irányvonalán. A néppárt képviselői szerint nehezíti a helyzetet, hogy a néppárt eleve megosztott, így a Fidesz kizárása, illetve a felfüggesztés megszüntetése is lavinát indíthatott volna el a párton belül. A Magyar Narancs úgy tudja, hogy az óvodákat is államosíthatják. A lap információi szerint már a tavalyi önkormányzati választások előtt felmerült annak a lehetősége, hogy elveszik az intézményeket az önkormányzatoktól, de végül előtt az ügy. A kormány azonban nem tett le erről a tervről. A pedagógusok szakszervezete úgy tudja, hogy megjelenne az óvodák helye az állami rendszerben, mert már bővítették a belügyminisztérium oktatási osztályát. Szakértők szerint az oktatási rendszer egyetlen stabilan teljesítő szegmense az óvodai hálózat. Igen, igaz, az óvónő hiány már ott is komoly gondokat okoz. A Semmelweis Egyetem működtetésébe is bevonnák a magántőkét, ami Palkovics László miniszter szerint lényegében fenntartóváltást jelent. Az egyetem szerint a klinikákon zajló betegellátást az átalakítás után is az állam finanszírozza majd, és a térítésmentes orvosképzés létszáma sem változna.
A Corvinus Egyetem finanszírozásának átalakítása miatt tiltakoztak 2018-ban. Az oktatási intézmény működtetését 2019-ben egy állami alapítású alapítvány vette át. A Corvinusra korábban az államháztartási törvény szabályai vonatkoztak, ami a kormány szerint nem tette lehetővé a rugalmas működést és a vállalati források hatékony bevonását. Szeretnénk azt, hogyha a magyar egyetemek azok ugyanolyan feltételek mellett tudnának működni, mint egy más országban működő egyetem, vagy mint egy Magyarországon működő magánegyetem. Palkovics László egy szerdai lapinterjúban arról beszélt, hogy a Semmelweis Egyetem lenne a következő, ahol megvizsgálják, mit jelentene ez a működési mód. A miniszter azt mondta, a változással nem csökkenne a térítésmentes férőhelyek száma, csak más csatornán kerülne az intézményhez a hallgatók képzési díja. Elengedhetetlen ahhoz, hogy a modellváltás sikeresen történjen, hogy folyamatosan becsatornázzuk a hallgatói véleményeket. A Hőok szerint a Semmelweis Egyetemnél és a többi intézménynél is más-más típusú modellváltás jöhet, mert mindenhol más a működési struktúra. Alapvetően a minőségi egészségügyi felsőoktatásnak elengedhetetlen része az, hogy ezek az egyetemek önálló klinikákkal rendelkezzenek. Így a Semmelweis esetében különösen bonyolult lesz ezt a modellváltás megejteni, hiszen csak akkor lesz ez egy megfelelően működő modell, amennyiben az egyetem a klinikáit is meg tudja tartani. A Semmelweis Egyetem híradó megkeresésére azt írta, becslések szerint évente minimum 7%-kal bővül az egészségpiac, a betegellátásra épülő kutatásfejlesztésben óriási lehetőség van. Ezért megkezdődött a Semmelweis Egyetemre szabott rugalmasabb, minőségi elvárásokat meghatározó és teljesítmény alapú fenntartói modell kialakítása. Az egyetem klinikáin folyó gyógyító munka továbbra is a közfinanszírozott betegellátás keretében valósul meg, és az államilag finanszírozott hallgatói keretszám továbbra is megfelel majd a hazai egészségügyi ellátás növekvő igényeinek. Új közbeszerzést ír ki a fővárosi önkormányzat a Lánchíd felújítására várhatóan az alagút nélkül és kevesebb műszaki átalakítással. Erről is döntött a fővárosi közgyűlés. A főpolgármester szerint elképzelhető, hogy a Lánchíd állapota miatt újabb korlátozásokat vezetnek be. A Fidesz szerint a főváros vezetése eddig semmit nem tett, csak a kormány segítségére vár. Egy erősen autoriter ülésvezetést tesz lehetővé az ön részéről. Helyreállítjuk a frakciókat. Helyreállítjuk az interpelláció lehetőségét. A fővárosi Fidesz frakció vezetője szerint Karácsony Gergely korlátozza a demokratikus jogokat a közgyűlés új szervezeti és működési szabályzatában. A főpolgármester viszont úgy látja, sokkal nagyobb jogokat kap majd a mostani fővárosi ellenzék, mint ők az előző ciklusban. Több órás vita után végül elfogadták az új szabályokat. Maga a Lánchíd. Ezután a képviselők a Lánchíd felújításáról döntöttek. A javaslat szerint átnézik a terveket, csökkentik a műszaki tartalmat és új közbeszerzési eljárást írnak ki. Nyilván a Fidesz közeli vállalkozók kartába tömörülve, most nem jogilag fogalmazom meg, hogy ne legyen ez bíróságon számon kérhető, de nyilvánvalóan beszélgetve a beadandó ajánlatokról nem garantált, hogy egy megismételt eljárásban ennél lényegesen kedvezőbb lesz az eredmény. Mindegyiket így kapásból lefideszes cégezni, ez picit erős. A fideszes Láng Zsolt szerint a főváros vezetése semmit sem tett, csak a kormány segítségére vár. Tüttő Kata főpolgármester helyettes a fideszes képviselők segítségét kérte a Lánchíd felújítási költségeinek csökkentésére. Én tudom, hogy nyilván nem igaz, hogy egy kisvasút végállomásán születnek bizonyos árak, bizonyos felújítások. Ez nyilván nem igaz, de az is biztos, hogy mi oda nem járunk arra végállomásra. Ha önök közül jár valaki arra fele, akkor legyen szíves, tegyen valamit azért, hogy az építőiparban ezek az árak ne így alakuljanak, de nyilván ez nem így zajlik. A kormány 6 milliárd forintot ad a Lánchíd felújítására, az összköltség azonban 20 milliárddal több, és ebben még nincs benne az alagút felújításának ára. A Fidesz azt szerette volna, hogy a főváros az alagutat is újítsa fel a keretösszegből. Karácsony Gergely délutáni sajtótájékoztatóján reagált Fürjes Balázs államtitkár reggeli Twitter bejegyzésére, amelyben Fürjes felszólította a fővárost a Lánchíd túlárazásának visszaszorítására. Zavarban vagyok, mert nem szeretném az egyébként többé-kevésbé mégis eredményes munkakapcsolatunkat azzal veszélyeztetni, hogy felidézem azokat a korábbi beszerzéseket, ahol Fürjes Balázs államtitkár úr nem éppen az árleszorítás, hanem az elszabaduló árakat kellett, hogy kimagyarázza a nyilvánosság előtt. A főpolgármester arról is beszélt, hogy párbeszédet kezdeményez a Lánchíd jövőjéről. Szerinte az is elképzelhető, hogy a híd állapota miatt újabb korlátozásokat kell bevezetni.
Tüttő Kata megerősítette, hogy új közbeszerzést ír ki a főváros a Lánchíd felújítására. A főpolgármester helyettes az egyenes beszédben beszélt erről. Szerinte Budapest célja, hogy a híd fel legyen újítva, hiszen amellett, hogy szimbólum fontos a fővárosi közlekedés szempontjából. Tüttő Kata szerint a korábbi közbeszerzésen olyan árajánlatot kapott a főváros, amire nem volt fedezet. Hozzátette, a magyar kormány nem ad hozzá több pénzt, a fővárosi költségvetésben nincs rá fedezet. Tüttő Kata nem tartja normálisnak, hogy miközben 1000 milliárd forint adót fizetnek be a fővárosiak, a közben egyetlen forintot sem kapnak vissza a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Mi budapestiek csak üzemanyagból, csak Budapestről és csak üzemanyagból olyan 200 milliárdos tételt befizetünk. Úgy, hogy nulla forint jön ebből vissza a Lánchídra, 1400 kilométer fővárosi út fenntartására, a felüljárókra. Nem félreértették, hanem félremagyarázták a szavait, így reagált az egyenes beszédben az ellene tervezett tüntetés hírére Niedermüller Péter. Erzsébet város DK-s polgármestere azt mondta, nem emberekről, hanem egy politikai ideológiáról beszélt a Naphírem múlt heti adásában. A Fidesz és a Jobbik egyértelműen amellett érvel, hogy a 7. kerületi polgármesternek nincs helye a közéletben. Saját pártja viszont kiáll mellette. Félreértették? Nem, félremagyarázták. Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere ragaszkodik ahhoz, hogy a Naphíre című műsorunkban tett kijelentését félremagyarázza a kormánypárt. Nem emberekről beszéltem, hanem ideológiáról. És egy ideológiától nem tudok bocsánatot kérni, meg nem is akarok. A DK politikusa a múlt héten a Fidesz kommunikációs stratégiájáról beszélgetett a műsorban. Ebben arról esett szó, hogy a kormánypárt a gyűlöletkeltésre épít. Hogy mi marad, hogyha lehántod ezeket a gyűlöletmagokat, hogy itt felsoroltuk, a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, igen, meg azért nők is vannak közöttük, bocsánatot kérek, ez az ilyen... De ők antifeministák. Igen, ez a család elképzelés, és ugye ez azért borzalmas, mert hogyha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze, ebből. Ez nem egy párt. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy véli, Niedermüller Péternek távoznia kellene a közéletből. Ez bárhogy is nézzük, bárhogy is próbálják meg értelmezni, ez szintiszta rasszizmus, és még család és keresztény gyűlölet is a javából. Saját pártja, a Demokratikus Koalíció kiáll amellett, hogy félremagyarázzák a politikus szavait. Nagyon viccesnek tartom azt, amikor a kirekesztés apostolai papolnak nekünk, európai magyaroknak mindig a kirekesztésről. Ugye mindannyian tudjuk, hogy szerveznek egy tüntetést Niedermüller Péter ellen. Az a Bayer Zsolt, akinek egész életműve másról sem szól, mint arról, hogy a politikai másként gondolkodókat el kell lehetetleníteni. A Jobbik elítéli és elfogadhatatlannak tartja Niedermüller Péter nyilatkozatát, és szerintük nincs keresnivalója a közéletben. A Párbeszéd frakcióban politizáló Burány Sándor azt mondta, nem olvasta Niedermüller szavait, de országgyűlési képviselőként nem zárja ki, hogy feljelentést tesz bárki ellen, akinek a tevékenysége vagy mondatai ezt indokolják. Azt azonban nem tudja megítélni, hogy a polgármester szavai ennek mennyiben felelnek meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményben ítélte el Niedermüller Péter kijelentését. A Fidesz csütörtökre tüntetés szervez a 7. kerületi polgármester nyilatkozata miatt. És egy friss hír, információink szerint 11 gyerek sérült meg egy balesetben a Bács-Kiskun megyei Géderlakon. A rendőrség közlése szerint egy menetrend szerint közlekedő busz megcsúszott az úton és balesetet szenvedett. A gyerekek a buszon utaztak, állapotukról egyelőre nincs információ, további részletekkel későbbi híradónkban jövünk majd. Gyorsított eljárással állítja bíróság elé az ügyészség azt a 4 férfit, egy kedden egy nagyobb csoport tagjaiként illegálisan jutottak be a Röszkei kis határátkelő területére. A Csongrád megyei főügyészség tájékoztatása szerint tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott határátlépéssel vádolják őket. A csoport tagjai letaposták a gyalogos folyosó melletti drótkerítést és bemásztak a kerítésen belőre. Végül a 3 fegyveres biztonsági őr egyike figyelmeztető lövéseket adott le, aminek a hatására a csoport nagyobb része visszafutott a szerb oldalra. A rendőrök 2 szír és palesztin férfit fogtak el, 5. társukat pedig csak tiltott határátlépéssel vádolták meg.
Elvileg teljesen le lehetne zárni a röszkei határátkelőt, hiszen a berendezések rendelkezésre állnak, de feleslegesnek látták a magyar hatóságok, hiszen napközben biztosítani kell az átkelést, ezt Bakondi György mondta a Startban. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint nem volt szükség több biztonsági őrre az átkelőnél, hiszen az éjszaka le volt zárva. A határvédelem ráadásul több lépcsős, ezért is tudtak perceken belül megjelenni a járőrök. Bakondi György szerint a határvédelem jól működött. Állandóra telepített hőkamera, reflektorok, videók, szóval mindenféle van valóban. Tehát a kerítés műszaki állapot, a technikai felszereltsége, a kialakított hatvezeti rendszer, ehhez szükséges járműkapacitás létszám rendelkezésre áll, és jelenlegi helyzetben megfelelő hatékonysággal tudja a magyar emberek biztonságát szolgálni. Kezdeményezte az ügyészség a Hableány balesete után a helyszínre érkező hajó a Viking Idun kapitányának őrizetbe vételét és letartóztatását. A budapesti rendőrfőkapitányságon a férfit gyanúsítottként hallgatták ki 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása vétségének megalapozott gyanúja miatt. A férfi a rendőrség idézésére önként jelent meg a hatóság előtt. A nyomozási bíró várhatóan csütörtökön dönt a kényszerintézkedésről. Vádat emeltek az ellen az ukrán kamionos ellen, aki hagyta meghalni a kamionból részegen kieső társát. A férfi a hatóságnak azt állította, hogy azért nem hívott mentőt, mert azt hitte, társa csak alszik a földön. Ebben a parkolóban állt a két ukrán kamion, amikor az egyik sofőr kizuhant a vezető fülkéből. Előtte mindketten rengeteg alkoholt fogyasztottak. Éjjel 2-kor az egyik sofőr rosszul lett a fülkében, a másik pedig ajtót nyitott az összegörnyedt társának. Ekkor vesztette el az egyensúlyát az összegörnyedt ülő sértett, és arccal az aszfaltnak zuhant. A férfi nem nyújtott tőle elvárható segítséget. A férfi a zuhanástól azonban meghalt. A sofőr a kihallgatáskor azt mondta, azt hitte társa csak alszik a földön, és nem akarta zavarni, hadd pihenje ki magát. Az ügyészség szerint feltételezhetően azért halt meg az áldozat, mert társa magára hagyta. Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt vonható felelősségre. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 2 évig terjedő szabadságvesztés. A büntetés abban az esetben, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmentette volna, akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. A férfi egyelőre nem hagyhatja el az országot, azonban őrizetbe sem vették. Ismét sztrájkolnak Szlovákiában a teherfuvarozók, emiatt több helyen korlátozták a határátkelő helyek forgalmát. A sofőrök a magas útdíjak mellett tiltakoznak. Azt állítják, addig sztrájkolnak, amíg meg nem egyeznek a kormánnyal az útdíjak csökkentéséről. Hosszú sorokban vesztegeltek a kamionok 2 napja a balasagyarmati határátkelőnél. A szlovák oldalon szervezett kamionblokád miatt zárva tartott a határátkelő a Nógrád megyei Drégeipalánkon és Balasagyarmaton. Teherautók százai várakoztak mindkét oldalon. Le van zárva határ, a kollega itt előttem, az tegnap délután 5 órától itt áll, és még én is mennék tovább, de hát most már pihenőmet ki kell töltenem, azt talán este 8-ka megindítanak. Még 350 km előttem azért még nekem is menni kell. Vicskáve! Ez a kamionos azt mondja, csak türelmesen vár, nem tud mit tenni, kávézik és megebédel addig, amíg itt kell ülnie. A szlovák kamionosok demonstráltak a határ túloldalán, ők zárták le az utakat. Ugyanis a szlovák kormány nagyjából a 3-szorosára emelte a kamionok útdíját január 1-től. 843 euró volt egy egész évi vignetta. És mostán nekem, ha 100 000 kilométert csinálok egy évbe, itt a Szlovákiában, akkor kb. 24.400 euró, de csinálhatok többet is, akkor többet fogok fizetni. És itt az a probléma, hogy ezt a pénzt, ezek a skytolosok, még a államban, akik vannak, ezek szétrabolják ezt a pénzt, és nekünk ebből nincsen utakra, nem adják vissza a utakba, szét vannak verve az utak. A magyar rendőrség közleménye szerint estére helyreállt a forgalom az összes határátkelőnél. Úgy tudjuk, azért szüntették be a demonstrációt, mert a lengyel-szlovák határon tetlegességig fajult a két ország kamionosai közötti vita. Sztrájkkal fenyeget a bécsi buszvezetők egyik szakszervezete, ha a sofőrök nem kapnak 25%-os béremelést. Az önkormányzat egyeztet az érdekképviseletekkel, de egyenlőre még arról is vitatkoznak, hogy ki jogosult a szakszervezetek érdemi képviseletére. Igen, rajtunk múlik lesz sztrájk.
Ezt állítja Raposa Gábor, aki szerint nagyon félresiklottak a tárgyalások béremelés ügyben. A tükebusz sofőrjei 25%-os béremelést követelnek a céget fenntartó pécsi önkormányzattól. A sofőröket tömörítő két szakszervezet és a város képviselői már tárgyalóasztalhoz ültek. A szakszervezet nehezményezi, hogy a legutóbbi közgyűlésen Péterfi Attila polgármester azt mondta, az érdekképviselet nem is vett részt a bértárgyalásokon. Amelynek az volt a címe, hogy Pécs polgármestere hazugsággal félrevezeti a közgyűlést. És igazából szakszervezetünk három fővel részt vett a 24-i bértárgyaláson, ugye az ügyvédünk is jelen volt, és hangfelvételt is készítettem a megbeszélésről, ahol többször fel is szólaltam, és elmondtuk a cégvezetésnek a mi felvetéseinket is. Az önkormányzat szerint viszont a szakszervezeti elnök, aki jogosult a bértárgyalásokra, nem volt jelen a megbeszélésen. Így szerintük csak a másik szakszervezettel lehetett érdemben egyeztetni. Az önkormányzat szerint a béremelésre a kincstárnak is igent kell mondania, hisz ők felügyelik jelenleg a várost. Pécsnek jelen állapotában, mivel kincstári felügyelet alatt áll, a kincstárral egyeztetnie kell, és vizsgáljuk, hogy februárban milyen elemeket tudunk a kincstáriakkal egyeztetve bejelenteni. A kisebbik szakszervezet viszont kitart amellett, hogy ragaszkodnak a 25%-os béremeléshez. Ha nem kapják meg, akkor sztrájkolni fognak. Ezért kezdeményezték, hogy egyeztessenek a kötelező alapszolgáltatásokról. Betöltötték a 80. életévüket annak a táncospárnak a tagjai, akik Oroszországban lépnek fel nyugdíjas csoportok előtt. A pár a moszkvai Szokolnyiki Parkban találkozott, és már több mint 20 éve lépnek fel közösségi klubokban. Mint mondták, a tánc öröme és szeretete miatt vállalnak fellépéseket. A 82 éves Kacsinya hozzátette, a jó kondíció érdekében minden nap sporton. A híradó után kezdődik a fórum Szlazsánszky Ferenccel. Szia Feri, mik a témák? Szia Réka, köszöntöm a kedves nézőket, és beszélhetünk a vírusról, sokakat érdekel, beszélhetünk arról, hogy miért nem ad a kormány pénzt, illetve több pénzt a Lánchíd felújítására, beszélhetünk arról, hogy olyan csúnyán írok, hogy nem tudom elolvasni, ja igen, hogy Niedermüller Péter ellen tüntetés lesz délután, és egyébként bármi egyébről. Köszönjük szépen, Feri! És önöknek is köszönjük a figyelmet, híradóval legközelebb 17:30 jelentkezünk, de ahogyan most hallhatták Feritől, érdemes vele tartani a fórumban, telefonáljanak bátran, viszontlátásra!